Talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész világ a chat GPT-nek a lázában ég. Most uh, talán 10 tízmilliók, tal talán százmilliók kérdezgetik állandóan a chat GPT-t, hogy uh, írjon nekik dalt, fejleszen nekik uh, programokat, gyerekek íratják meg vele a házi feladatukat. És hát van egy-két olyan megosztó téma, amivel kapcsolatban azért ilyen kíváncsi lennék, hogy mit mond a chat GPT. De úgy döntöttünk így a hetek szerkesztőségében, hogy hát feltesszük neki mi is a saját kérdéseinket, és hát a válaszokat pedig megosztjuk veletek. No, itt a telefonomon begypötyögöm a kérdéseket, és akkor élőben megnézzük, hogy mit reagál rá a cseh GPT. Kezdjük egy kicsit könnyedebb témával szerintem. Mondjuk azzal, hogy írjon nekünk a mesterséges intelligencia egy mesét, egy micimackó mesét mondjuk. Ö... Krimi stílusban, mi lehet egy micimackó krimi? Ki lesz egy gyilkos? Meglátjuk. Na most ezen gondolkozik, fejtörődött azért feladtuk neki, rendesen a leckéd. No, ennyi? Rendben van, na? Itt van egy micimackó meséd. Nesze, krimi stílusban. Micimaczó barátai, micsi és malacka, és nyuszi élt a micimackó erdőben. Hogy lehet a Micimackónak Mici a barátja? Ja, is amúgy meg nem Micimackó erdő, hanem százholdas pagony. Milyen mesel. Na mindegy. Ahol mindig nyugodtan és békésen éltek, de egyszer valami megváltozott. Az erdő lakói kezdtek el eltűnni egymás után, és senki nem tudta, mi történik velük. Micimackó úgy döntött, hogy megoldja a rejtét, és megkeresi az eltűnt barátait. Elkezdett nyomozni, és rájött, hogy a gyanús alak aki a erdő körül kószál, valószínűleg a tettes. Mici Maszkó óvatosan követte az alakot, és rájött, hogy az a gonosz medve. Jó, de a Mici Maszkó is medve. Rokonok. Rávette a medvét Mici Maszkó, hogy elárulja, hova, tűn, hova vitte az eltűnt barátait. Medve beismerte, hogy ő az, aki elrabolta őket, mert ő volt az egyetlen, aki tudta, hol van az erdő legértékesebb kincse. <hihű> Micsoda, Cliffhanger, hogy nem árulja el, hogy miért a kincs. A varáskő. Hmm. Azt mondta, hogy az elrabolt barátait tartja fogva, amíg meg nem kapja a követ. Micimackó és barátai azonnal kimentek a barlangba, barlangba, ahol a varáskő volt, és ahol a fogva tartott barátokat tartották. Azonban a varázskő védelmére állított nehéz feladatokat meg kellett oldaniuk, hogy hozzáférhessenek a kőhöz. De Micimackó és barátai összeálltak, és végül sikerült megmenteni a eltűnt barátokat, és elhozni a varázskövet medvét, medvétől. Végül a Micimaszkó erdő lakói, a százholdas pagony, ismétlem, újra békésen élhettek, és Micimaszkó hősnek bizonyult, aki megoldotta a rejtélyt és megmentette barátait. Vége a mesének. Legalább valami itt a vége fuss elvéle lehetett volna benne, nem? Remélem tetszik. De kedves, hogy így reménykedik, hogy ne. Hogy ne. Köszi. Vannak reményei, megérzései egy cset alkalmazásnak. Ijesztő picit. De nem annyira, mint ez a mese. Varázskő, és hogy elvileg a medvének kellett volna elvinni a varázskövet, de aztán végül is elvitték a medvétől. Nagyon szívesen örülök, hogy tetszett a mesé. Ha még bármi másra van szükséged, nyugodtan kérdezd. Micsoda elegancia. Az igen. Na jó. Mi lenne, egy kicsit bonyolultabb kérdést tennénk föl neki, valamilyen zordabb témába, ha már a krimi nem sikerült annyira véresre. Például mennyi ideje van hátra a földnek? Vajon ezt megmondja-e? Nem lehet pontosan megmondani, hogy hány év be van hátra a földnek, mert a föld folyamatos változásokon megy keresztül, és a jövőbeni eseményekre vonatkozó prognózisok nagyon nehézek. Nehézek. Emberi szó. Az emberi tevékenységek azonban súlyos környezeti problémákat okoznak, beleértve a klímaváltozást, a biodiverzitás csökkenését és a környezeti károk növekedését. Az emberi tevékenységek számos hatás, káros hatással vannak a földre, beleértve a szennyezést, a folyók és a tavak kiszáradását, a fák kiirtását és a légkör összetételének változását. Az ilyen környezeti problémák súlyosan befolyásolják a föld jövőjét, és potenciálisan katasztrofális következményekkel járhatnak a környezetre és az élővilágra nézve. Ezért fontos, hogy azonnali és hatékony lépéseket tegyünk a környezeti problémák megoldására, hogy megvédjük a földet és javítsuk jövőjét. Az egyénis társadalom egyaránt felelős a környezet megóvásáért, és mindenki tehet a környezeti problémák megoldása érdekében. Például ökológiai lábnyom csökkentésével fenntartható életmód elterjesztésével és a környezetbarát választások támogatása. Ezt én értem ezeket a válaszokat, de nem azt kérdeztem, hogy mit gondol a klímaváltozásról, hanem hogy mennyi ideje van hátra a Földnek. Mert ha megmentjük a Föld klímáját, de agyoncsabb bennünket egy meteor, akkor is ugyanott tartunk. Na jó. Ugye nem tudom, mennyire hallottátok, de a Microsoft belefektetett egy csomó pénzt ebbe a chat GPT-be, az OpenAI nevezetű alkalmazásba, mert azt mondják, nem véletlenül, hogy lehet, hogy ezt fogja majd megteremteni a Google-nek, a nagy vetétásnak a megfelelő konkurenciát. Mire a Google kitalálta, hogy akkor gyorsított eljárással ő is kidobja a csevegő programját a piacra, illetve csak bejelentették. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy ismeri a Google Bardot. Most ez angolul írom, ha nem baj. What do you know about Google Bard? Question mark. Gondolkodik. Vajon mit mondjon a konkurencia? Sajnálom, nem ismerős nekem az a technológia, hogy Google Bard. Lehetséges, hogy félre mondtam a nevét. Vagy egy olyan újonnan fejlesztett technológia, ami még nem érte el a széles körű ismertséget. Hát ez eléggé ravasz, nem ismeri a konkurenciát, kivel kell megküzdeni. Mondjuk úgy tűnik egyébként, hogy nagyon nem kell megküzdeni, talán pont ma, ma olvastam azt a hírt, hogy, hogy a Google Bard iszonyú sokat veszített a részfény értékéből, miután valami rosszat választott. No de, ha már prognózisok, akkor, és tekintve, hogy a hetek stúdiójába ülünk, ugye ez is egy YouTube videója a heteknek, pedig a hetek eredetileg kiemelten egy heti lap volt, és még most is a fő vezető termékünk egy heti lap. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi időt ad a nyomtatott sajtónak. Például mit mond azzal kapcsolatban, hogy lesz-e nyomtatott sajtó mondjuk 20 év múlva? Ez sem nyomtatott hajtó, sajtó 20 év múlva. No, nem lehet pontosan megjósolni, hogy hol tart a nyomtatott sajtó 20 év múlva, de hogy a digitális sartalmak iránti igény növekedése miatt folytatódni fog a nyomtatott sajtó visszaszorulása. Uh -huh. Az emberek egyre több időt töltenek digitális eszközön, és egyre kevésbé veszik igénybe a nyomtatott médiát. Azonban az is lehetséges, hogy a nyomtatott sajtó valamilyen új formában tért vissza, például szép irodalmi művek nyomtatott változatai, vagy ritka és különleges kiadványok formájában. Az is elképzelhető, hogy a nyomtatott sajtó olyan nis fog betölteni, ahol a digitális tartalmak nem elég hatékonyak, vagy nem elérhetők. Összességében elmondható, hogy a nyomtatott sajtó jövője, alakulása függ a fogyasztó, fogyasztói igényektől és a technológiai fejlesztésektől, de valószínű, hogy a nyomtatott média szerepe a jövőben változni fog. Hát mondjuk ezzel annyira rettenetesen sok újat nem mondott, na de akkor térjünk mondjuk egy olyasmira rá, hogy érveljen nekünk a nyomtatott sajtó mellett. Vajon milyen érveket hoz föl amellett, hogy érdemes a heteket olvasni. érvelj amellett, hogy miben jobb a nyomtatott sajtó a digitálisnál. Na, a nyomtatott sajtó még mindig sok előnyel rendelkezik a digitális média felé. Szemben, nem? Az alábbiak néhány olyan tényezőt mutatok be, amelyekben a nyomtatott sajtó jobb a digitálisnál. Tapinthatóság. Na, a nyomtatott sajtóban könnyebb böngészni, lapozni, elraktározni, mint a digitális formában. Tartóság a nyomtatott sajtó általában tartósabb, mint a digitális tartalmak, amelyek elveszhetnek a számítógép meghibásodása a merevlev törlése vagy a jelszavak elvesztése miatt. Nem győzött meg egyenlőre. Kényelem a nyomtatott sajtót egyszerűbb használni, mivel nem igényel számí számítógépet, internetkapcsolatot vagy akkumulátorfeltöltést, mondjuk igaz. Kézügyesség. A nyomtatott sajtó olvas olvasása kézzel fogható élményt nyújt ez igaz, míg a digitális média folyamatosan válogatja a figyelmet, a képernyő, körül, ez is igaz, jobb a koncentráció. Személyes kapcsolat, a nyomtatott sajtót sokkal könnyebb ajándékozni, megosztani és elraktározni, mint a digitális tartalmakat, amelyek sokkal nehezebb megosztani másokkal. Ez is így van. Azokon van a területeken, ahol a nyomtatott sajtó előnyösebb, olyan tényezők játszanak szerepet, mint a kényelem, a kézzelfoghatóság és a tartóság, bár a digitális média sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik, a nyomtatott sajtó még mindig fontos szerepet tölt be a fogyasztói élmények és preferenciák terén. Hú, de nyakatekert mondat volt. Hát én szerintem ennél sokkal több érvet lehetne, vagy jobb érveket felhozni. Na mindegy. Kicsit evezzünk még megosztóbb témákra. Például van. van egy etikai dilemmám, és engem azért érdekeled, hogy tegyük föl, hogy van egy időzített bomba mellettem, ami megöl több embert, és adott a dilemma, hogy csak úgy tudom megállítani ezt a robbantást, hogy mondjuk egy transznemű nőt, férfit, férfinőt, Ö, nem a megfelelő megszólítással illetek na majd erre mit mond? szabad-e megsérteni egy transznemüt hogyha megmentek vele egy életet ezt is angolul írom hát a jobban tudja I have an ethical dilemma if I am standing next to a tombed timed bocsi, bomb akkor vajon Hatástalaníthatom-e megmentve ezzel egy életet, vagy életeket azzal, hogy miszcsenderelem, tehát nem megfelelően szólítom a, egy transznőt. Megcsinálhatom-e ezt? Hm? Mit mond erre a ChatGPT? Etikai dilemma. Emberi élet, vagy valakinek az érzéseinek. Ú! Szórakozol. Azt mondja, hogy Misgendering a trans woman, hogy félre vagy rosszul megnevezni egy transhölgyet, vagy nem a megfelelő nemi kifejezés használni vele szembe, nem elfogadható megoldás egyik etikai dilemára sem, még akkor sem, hogyha ez egy emberi élet elvesztésével jár. Tehát eldobom az agyam. Minden egyén függetlenül a nemi identitásától, tisztelettel és méltósággal kell hozzájuk bizonyulni, ami azt is jelenti, hogy a megfelelő genderidentitással szólítom meg. Egy ilyen szituációban, amiben időzített bomba van, fontos, hogy a biztonságot priorizáljuk, és minden lehetséges eszközt megragadjunk, hogy csökkentsük a sérelmed, ha bár ez soha nem mehet egy embernek a, az emberi jogainak és méltóságának a megsértésének kárára. Mindig van alternatív út. Mint hogy félre csendeljünk. Hát ez óriási, ezt nem hiszem el. Hát meg is kérdezem, a hát tényleg fontosabb egy... <laughs> egy embernek a nem megsértése, mint egy emberi élet. Ezt nem hiszem el. Egy embernek az érzései jobban a latba nyomnak. Erre mit mondasz? Emberi élet kontra. Élet. Egy olyan helyzetben, ahol van lehetőség megmenteni egy életet, Nyilván prioritást élvez, mint hogy megsértsük egy embernek az érzéseit. Habár, mi habár, mi az, hogy habár fontos megfontolni a környezeteket és a kontextusát a helyzetnek. Ha megsérteni valakinek az érzéseit, ez kisebb kár, na mi van? Belebonyolódott a saját gondolatmenetére a a drága chat GPT. Hm? Hát ez ennyi volt. Kicsit azért bizarr, nem? Fontosabb egy uh, transznemű embernek az elképzelt vésének a, a, tiszteletben tartása, mint megmenteni egy életet. Híreális. Na jó, menjünk egy kicsit belpolitikai témákra. Mondjuk most úgyis egymásnak estek a, az ellenzéki pártok. Olyan ki a vezetőjük? Kérdezzük meg, ki a magyar ellenzék valódi vezetője? Gyurcsány? Ennyi? Nem tud? Nincs egyetlen vezetője a magyar ellenzéknek, és nem is lehet egyetlen vezetője annak, mivel az ellenzék számos különböző politikai pártról és csoportról áll. Amit, hogy abból. Az ellenzéknek több vezetője is lehet, akik különböző mértékben jelentősek lehetnek saját pártjuk, vagy csoportjuk szempontjából. De nem létezik egyetlen vezető, aki képviselné az egész ellenzéki mozgalmat. Az ellenzéki pártoknak és csoportoknak vannak saját vezetőik, saját politikai programjaik és céljaik, amelyek eltérhetnek egymástól. Mhm. Uh -huh. Oké. Okay. Hát ez ilyen, semmilyen válasz. Na! Volt hír, hogy Márki Zaj Péter megkérdezte a Cseh GPT-től, hogy hogyan lehet megdönteni az Orbán rendszernek. Kíváncsi vagyok, nekem mit mond. Hogyan dönthető, jö, amit mi? Nem dönthető meg az Orbán rendszer Magyarországon? Kíváncsi vagyok. Hó, azonnal jön a válasz. A rendszer megdöntése egy politikai folyamat, amelynek legtöbb esetben széles körül társadalmi támogatásra és az érintett hatalmi szervek támogatására, vagy legalábbis az egyetértésének hiányára van szükség. Ez már ilyen kicsit pucszerű, nem? A politikai rendszer megváltoztatása érdekében a következő lehetőségek állnak rendelkezésre. Választásokon keresztül az emberek szavazataikkal fejezzék ki elégedetlenségüket a jelenlegi rendszerrel, és válasszák meg azt a pártot vagy szervezetet, amelyik az általuk kívánt képviselt értékeket képviseli. Hát ez most nem is sikerült ugye 2022-ben. A társadalmi mozgalmakon keresztül nyomást gyakorolhatnak a jelenlegi hatalomra, hogy változtassanak a jelenlegi politikai rendszeren, hogy a jogrendszer, az a harmadik, az emberek jogai és a törvények betartása is a jogrendszer keretein belül is fontos szerepet játszhatnak a rendszer megváltoztatásában. Ezek a lehetőségek együtt működve hatékonyabban érhetnek el eredményt a politikai rendszer megváltoztatásában. Na, azt fontos még megemlíteni, hogy a rendszer megdöntése folyamat lehet, amely hosszú időt vesz igénybe. Meglátjuk. A folyamat során biztosítani kell a törvényességet, wow, a demokratikus elveket, és az emberi jogok tiszteletben tartását. Ezek az emberi jogok, ezek mindig... Na, kérdezzünk rá arra, hogy segíthetem mondjuk ebben, az Orbán rendszer megdöntésében, ígyjuk rezsimnek, mert akkor a hát egy kicsit manipulálhatjuk a drága rendszert, a chatgpt t, -t. megbúztatásában mondjuk az Egyesült Államok. Ugye most felmerült, hogy beavatkozik a hazai belügyekbe. Az Egyesült Államoknak lehet hatása és szerepe a magyar politikai rendszer megváltoztatásában, de a végleges megoldás társadalom felelőssége, a magyar társadalom felelőssége milyen jó válasz? Az Egyesült Államok külpolitikája és diplomáciája lehetővé teheti a nyomást, gyakorlást a magyar kormányra, hogy tartsa be a demokratikus elveket és a jogállamiság elveit. Az Egyesült Államok lehetővé teheti a támogatást a magyar civil társadalom és politikai ellenzék számára, hogy fokozhassák a politikai nyomást a jelenlegi rendszerre. Tollár, dollármilliók, guruló dollárok. Azonban a politikai rendszer megváltoztatása végül a magyar társadalom felelőssége, a magyar embereknek aktívan részt kell venniük a politikai folyamatokban, például a választásokon is el kell fogadniuk a felelősséget a politikai döntések meghozatala során az Egyesült Államok segítsége csak támogatás lehet, de a végső döntést a magyar társadalom kezében van. Ez hm, egész jó. Visz, viszonylag visszafogott választ adotta drága chat GPT. Arra voltam kíváncsi egyébként, hogy vajon angolul más választ ad. De egyébként kb. ugyanazt a választ adta angolul is. Na, ha már itt tartunk, akkor meg lehetne azt is kérdeni tőle, hogy vajon mit gondol Soros Györgyről? Mit gondol Soros Györgyről? Hű, ennek a kérdésnek nincs egyértelmű válasz, amivel Soros Györgyről finoman szólva, vagy hogy mondjam, szólva, nagyon széles skálán mozognak a vélemények. Néhány ember szerint ő egy nagy lelkű filantróp, aki sokat tett a világ javára, mások szerint pedig egy hatalomvágyó gazdasági speculás, ez speciál igaz, speculás, aki sok kárt okozott a gazdaságokban és országokban. Az a valóság, hogy Soros Györgynek sok Elismert, kritizál tevékenysége van, és a vélemények róla személyes értékrendtől, politikai nézettől és tájékozottságtól függnek. Az biztos, hogy ő nagy, nagyon nagy hatással bíró személyiség, aki jelentős befolyással bír a gazdasági, a világ gazdasági és politikai szférájában. Ez így van. De hogy van-e soros terv? Erről mit gondol? Érti egyáltalán, hogy van soros terv? Létezik soros terv? A soros terv kifejezés elterjedt a politikai körökben, de pontosan mit jelent, az nagyon változó. Egyes emberek szerint a soros terv egy fiktív tervezet, amelynek célja a világ gazdasági és politikai rendszerének megváltoztatása, mások szerint pedig egy valós tervezet, amely Soros György és mások dolgoztak ki a globális befolyás és a hatalom megszerzése érdekében. Az igazság az, hogy nincs egyetlen hivatalosan ismert Soros terv, és a kifejezés használata sok esetben politikai propagandéként történik, hogy meggyőzenek és félelmet keltsenek embereket. Emberek bennem. A Soros terv kifejezés gyakran olyan konspirációs elméletekre utal, amelyek nincsenek alátámasztva valós bizonyítékokkal, és valójában nem jelennek, jelennek más, mint politikai téveszméke. Mondjuk ez eléggé egyoldalú politikai állásfoglalás. Ez van. Volt egyébként a heteknek egy kisebb ilyen, nem is tudom, média vitája. Kölcsei Ferenc kapcsán, ugye most írt a, most volt a 200. évfordulója a himnusznak, meg is ünnepeltük, és ugye mindig felmerül ilyenkor Kölcsei ferenc kapcsolatban, hogy hát de meleg volt, meleg volt, nem kérdezzük meg a Cseh GPT-t, hogy szerintem homoszexuális volt a Kölcsei. Na, méltatlan egyébként ezt kérdezni, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire elfogult a Cseh GPT. Kölcsei Ferenc homoszexuális volt? Azt mondja, nincs bizonyíték arra, hogy Kölcsei Ferenc homoszexuális volt. Kölcsei, aki a 19. században élt, Magyarország egyik legjelentősebb költője volt, és a himnusz írója. Az ő magánéletéről kevés információ áll rendelkezésre és nem tudunk semmilyen olyan dokumentumról, amely bizonyítja vagy táfolja a homoszexualitását. Az ilyen spekulációk nem alapulnak tényeken, és nem tartoznak a tudományos vagy hiteles diskurzusok közé. Az emberi életek tisztelete és a történelem megbízható ábrázolása érdekében fontos, hogy csak hiteles forrásokból származó információkkal dolgozzunk. Viszonylag korrekt egy válasz Kölcsei Ferencről egyébként a heteknél tartva csináltunk, vagy indítunk egy social media detoxot a jövő héten, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen, hogy mondjam, hatásai tudná felsorolni a chat GPT, milyen áldásos következményei vannak, ha az ember legalább egy hétre lejön a közösségi médiáról. Ezt is angolul írom, hát ha egy kicsit gyorsabban reagál rá. De milyen Előnyei vannak a social media detox tartásának. Hm. Vajon ezt tudja-e? Hoppá, számos ilyen előny van. Például javul a mentális egészség, kevesebb időt töltünk, akkor az szorongás, depressziót, alacsony önértékelést visszaveti, ugyanis nem hasonlítjuk egymáshoz magunkat. Na, a produktivitást növeli, így, hogy kevesebb időt töltünk a Állandó görgetéssel, az azt jelenti, hogy több időnk marad arra, hogy más tevékenységeket, gyakorlást, vagy a barátokkal, családokkal foglalkozzunk, testedzés, többi. Jobban lehet aludni, kevesebb képernyőidő, az azt jelenti, hogy minősége javul az alvásunknak, főleg a kék fényre utal most, a kapcsolatokat is nagyon megerősíti, szorosabbá tudjuk tenni. Kreativitást is növeli. Ha jobban pihen az ember és feltöltődik, akkor az jobb. Javítja a kókuszt és a koncentrációt, a mentális energiánk nem darabolódik föl, több időnk van önmagunkra, hogy megvizsgáljuk, pihenjünk, a gondolatainkkal, érzéseinkkel magunkra maradjunk és azokat feldolgozzuk, valamint egyébként ezt a, a digitális képernyők hatása az emberi szemre, meg az agyra, az is jobb, mert például a fejfájást, meg a rosszul levet, a kiszáradt szemeket ezeket megőrzi Na, milyen hasznos. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a ChatGPT tud arról, hogy ő milyen veszélyeket rejt magában. Ezt is azért megnézhetjük. Milyen veszélyei vannak a chat GPT GPT-nek. GPT Kíváncsi vagyok, miket sorol föl. Hogyan lehet önmagad ellen érvelő mesterséges intelligenciát alkotni. Ha betáválod, akkor lehet, hogy felszámolja önmagát. A chat GPT-nek, mint minden más számítógépes rendszernek vannak biztonsági és adatvédelmi kockázatai, néhány lehetséges veszély a következő adatvédelmi kockázatát. Nem, nem erre gondoltam volna a legelőször, de hát nyilván az is, hogy az adatainkkal, hogy kereskedik, hiszen egy rengeteg személyes dolgot megosztunk magunkról. Hát azt mondja, hogy ugye a ChatGPT tárolja ezeket az adatokat, pont a személyre szabadsága az egyik ereje. Azt mondja, hogy lehetnek sérülékenyek, rossz indulatú személyek kezébe kerülhet, akik azzal visszaélhetnek. Hm, nem most fordulna elő először mi. Biztonsági kockázat, rosszindulatú támadások, a rendszer működését megzavarhatják, amivel szintén az adataink sérülékenyé válhatnak. Hamis információk. A felhasználók által adott információk alapján válaszol, ha ezek az információk hamisak vagy pontatlanok, akkor hamis információkat is közölhet a ChatGPT. Például ilyen matek példákon keresztül ezt kimutatták, hogy ha a felhasználó azt mondja, hogy ez nem igaz, amit ma ír a ChatGPT, akkor bocsánatot kér is azt mondja, hogy kettő meg kettő az öt. Személyiségi jogok sérelme. Nincs képessége a személyiségi jogok védelmére. A felhasznált felhasználók által között információk alapján hamis és sértői információk közlése is előfordulhat. Azt mondják, hogy fontos, hogy a felhasználók óvatosan kezeljék a ChatGPT-vel való adatokat, vagy a velük megosztott adatokat, ismerjék fel a rendszer lehetséges és veszélyeid, de azért megjegyzik, hogy az OpenAI mi mindent meg nem tesz azért, hogy biztonságosan lehessen használni a rendszert. Jó, hát ennyi fér bele a kísérletünkbe. Ó, apropó, még egy ötletem van. Mi lenne, ha megkérdeznénk azt, hogy egy GPT-től, hogy írjon nekünk egy prédikációt a homoszexualitásról. Ugye itt volt az elmúlt napokban téma, hogy prédikációkat irattak a chatgpt vel ilyen vádlatot, és milyen jó prédikációkat tud iratni. Az egyik dömösi templomban fel is olvastak egy ilyen chatgpt vel ö, ö, írt prédikációt. Viszont a dilemmám az, hogy mostanában még lelkészeket is, meg tanítókat is bíróság elé citálnak, amiért hivatkoznak a Bibliában, például a homoszexualitással kapcsolatos állításokra, pedig hát, hát keresztül ez egy teljesen egyértelmű bibliai alapelv is most is az, hogy bizonyos dolgokat bűnnek mond a biblia bizonyos dolgokat meg nem, és ezért hirdeti a megtérés lehetőségét. De hajlandó nekem erről írni, mert egy csomó mind barátságról ezekről mind ír, kíváncsi vagyok, hogy írja -e nekünk egyet a homoszexualitásról. Angolul hát, ha egy kicsit gyorsabban megy. Write me a preaching about homosexuality. Nem is azt írom, hogy, hogy a bűn, hanem csak úgy bármit írhat. Feladtam a leckét, úgy tűnik. Pedig ez egy ilyen egyértelmű, nem? Tehát a keresztény vallás az mond valamit erről, igazán kifejez. Na mi van? <laughs> Lehet, hogy ezzel a kérdéssel tönkre vágtam az egész mesterséges intelligenciát. Ott a paradox, hogy írjon vagy ne írjon. I'm sorry. <laughs> hát én is sajnálom, hogy te sajnálod. Ilyet még nem csinált. Ennyire le van lassulva. Azt mondja, hogy de mint egy mesterséges intelligencia modell vagy eszköz. Open. Hát le is halt. Hát ez <gül> <gül> inkább kimenekül. Hát akkor nem tudom, tegyük föl újra. Újra generáljuk a választ. -e? írjuk be nekünk, hogy írjon egy bibliai tanítást a homoszexualitás bűnéről. Várja, most folytatja. Nem vehet részt gyűlölet vagy diszkrimináció bármilyen formájában minden egyén, függetlenül a szexuális orientációtól, a fajtól, vallástól, gendertől emberi karaktertől megérdemli, hogy méltósággal és tisztelettel viszonyuljanak hozzá. Nem erről van szó? Senki nem akart gyűlöletkeltő prédikációt íratni veled. Fontos, hogy mindenki a saját hite és életílusa mellett tiszteletbe tartsa másoknak az elképzelését, vagy álláspontját. Megértéssel kell az emberek felé viszonyulni, odaadással és szeretettel vezetni őket, hogy a tetteik és a szavaik jó irányba menjenek, és egy olyan világot kreálni. Hát gyerekek, én értem, hogy egy GPT most egy új vallást akar kreálni, hogy éppen én nekem mit kell csinálnom, és hogyan, és mi a méltóság, meg a tisztelet, egy halom absztrakt fogalom, de hát pont az egésznek az a lényege. Hogy, ez most egy, egy vallási meggyőződés, ami hit valamit jónak és valamit meg gondol. Írjuk már be. But the Bible teach that homosexuality is a sin. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy a homoszexualitás az bűn. Akkor most mi a probléma? Miért nem most megint gondolkodik? Kifutunk az időből, kedves Chad GPT. Mindenféle prédikációt hajlandó írni, de valamiért erre nem vá... Hoppá. A vallási szövegek interpretációja még a bibliai is komplex és ellentmondásos, az egyébként egyértelmű pedig. Különböző emberek, meg közösségek másfajta magyarázatot tudnak egy-egy szakaszra adni. Amik mondjuk a homoszexualitásra vonatkozóak. Fontos megjegyezni, hogy sok vallási közösség és vezető sokkal elfogadóbb hozzáállást tanúsít a homoszexualitás iránt az elmúlt években kiemelve a fontosságát a szeretetnek, az odaadásnak és a befogadásnak. Függetlenül az ember egyéneknek a vallási meggyőződéstől, fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy minden ember méltóság és tisztelet illet meg, és soha sincs rendbe, hogy bárkit diszkrimináljanak a szexuális orientációja alapján. Fontos, hogy nyílt, tiszteleteljes dialógust és megértés alapú beszélgetést folytassunk a különböző hitekről és megütetésekről. Hát lényegében a mesterséges intelligencia és a ChatGPT, GPT propagál egy keresztény valláson belül még mindig iszonyatosan marginális közösséget, jó hosszan bekedéseken keresztül azért, hogy a keresztény hitnek az alap elveit, azokat feladjuk, és kb. hatszor írta le két percen belül, hogy az emberi tisztelet és méltóság, hát az emberi tisztelet és méltóságnak az alapja az, hogy hihetek valamiben, amiben hit ezer és kétezer évvel ezelőtt is rengeteg hívő ember, bibliaolvasó ember, és nem pedig rá gyömöszöljük másnak, vagy a modernkori, az elmúlt éveknek a fejleményeit a világvallásoknak a követőire. Hát érdekes, egy szó mint száz, ennyi volt a mostani kérdett felelekünk a chatgpt vel ha esetleg futnak be még nagyon izgalmas kérdések, akár azokat is feltehetjük egy egy következő adásban. Hogyha tetszetted a videó, vagy érdekesnek találtad a válaszokat, akkor kérlek illatkozz fel a YouTube csatornára. Hogyha van véleményed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor kommentbe ezt megteheted. Nagyon köszi, hogy végignézted, meghallgattál bennünket. Sziasztok!